A közrend javítását szolgálja a Sárospataki közterület felügyelők újítása, a kutyásjáró szolgálat. Maszkó és gazdája változó munkarendben őrzik a rendet Sárospatak különböző részein. Több műszakban dolgoznak, délelőtt és délutáni műszakban. Ő például elvállal olyan beosztásokat is, hogy rendezvényekkor éjszakai őrzéseket. Köteles Csaba 16 éve foglalkozik kutyákkal, és amikor lehetősége nyílt közterület felügyelőként dolgozni, adott volt, hogy magával vigye az ónémet juhászát. Adott ez a lehetőség, hogy a közterület felügyelő is, tehát csak jobb, hogyha egy kutyával megjelenik, más a megjelenés, jobban nézik azt, jobban megijednek tőle, hogy ha valamit esetleg intézkedni kéne, vagy valami, tehát intézkedni kéne, akkor a kutyával több mindent el lehet érni, amelyik így okos, tehát normális, szépen viselkedik, az ember lába mellett megy, és én ezért ezt csinálom már, mondom, 16. éved, de most meg hál' Istennek felvettek egy közterület felügyelőnek, és amikor tudok, akkor mindig kutyával megyek. Mackó tudását a tulajdonos maga fejlesztette tovább. Én magam képeztem ezt a kutyát, 3 évesen kaptam, én akkor már fél meddig egy kicsit kiképzett volt, most 6,5 éves, tehát 3,5 éve van nálam. Hát fegyelmezett, mivel tömegbe is, tehát rendezvényekre elmegyünk, és ott, ha végigsétálunk, tehát a tömegen végigsétálunk, mint tudom, 200-300 ember van, tehát ő fegyelmezetten szépen az utasítását tudja, és ott megy, tehát nem vergődik, feleslegesen nem ugat. A város alpolgármestere azt mondta, közmunka keretében 12 fő közterület felügyelőt alkalmaznak. Az Út a munkához program keretén belül foglalkoztatunk közcélú munkásokat a közterület felügyeletnél, eddig 10 főt, most nyáron azonban kibővítve még 2 plusz fővel 12 főt foglalkoztatunk, elsősorban a fürdő környékén és azoknak a problémásnak és azokon a problémás helyeken, ahonnan visszajelzést kaptunk, hogy a nap bármely szakaszában, vagy esetleg éjszaka is történnek randalírozások, vagy vannak olyan személyek, akik nem tartják be az együttélésnek a megfelelő szabályait. Miután felmerült a kutyás járőr ötlete, szerencsés helyzetben megtalálták a megfelelő embert a feladat elvégzéséhez. Találtunk a segélyen lévők között olyan személyt, aki rendelkezik az ehhez megfelelő képesítéssel. Egy hónapja vettük föl, egyelőre a visszajelzések nagyon pozitívak, hiszen az állomás környékén, az iskolakertben és itt a fürdő környékén is úgy tűnik, hogy visszatartó ereje az rendkívül nagy. Az alpolgármester szerint a tapasztalatok birtokában döntenek majd arról, hogy bővítik-e a kutyás közterület felügyelői létszámot.